nálunk nincsen deatos játékos, viszont náluk egy komplett sor, illetve azt hiszem van még egy ember, aki nálunk is megfordult. Hát közel vagyunk egymáshoz, ugyanúgy, mint a Berettyóújfalunál is a játékosok cserélődnek. Picit most ők előrébb tartanak, mint mi. Csapatként is jól funkcionálnak. A Veszprém megégető náluk, ami szerintem egy óriási nagy fegyvertény a részükről. Én úgy gondolom, hogy a saját magunkkal foglalkozunk, és tudjuk hozni azt a játékot, amit a elmúlt mérkőzésünknek a nagy részén. Tehát ugye tudunk fejlődni a védekezésben, az a legutóbbi mérkőzésen nem volt megfelelő, viszont előtte rendben volt az a többi mérkőzésen. Ha vissza tudjuk hozni azt a védekezést, illetőleg én úgy gondolom a támadó játékkal eddig egyáltalán nem volt probléma, akkor meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. A keleti derbin a fehérmezes Deac álvahagyta a Nyír Gyulajt, és 10 perc után már 3-0-ra vezetett. Az enyéni hibámmal kezdődött a mérkőzés, úgy érzem, hogy még ebből lett volna visszaút, viszont csapatként és mentálisan is mindnagy felénk nőtt a mai napon a Deac, és tényleg, hogyha ezek a tényezők nem működnek egy mérkőzésen, akkor esélyed nincsen, és az egy-egyes védekezésünk nagyon gyenge volt az egész mérkőzés folyamán, emellett én sem nagyon tudtam a mai nap hozzátenni a csapat játékához, teljesítményéhez, megpróbálunk tovább lépni ebből és kijavítani a hibákat. Thiago 1, Rodrigo pedig 2 gólig jutott az első játékrész feléig, majd a 13. percben a sorozatban 3. mérkőzésén eredményes Szőcs László szépített, így 3-1 volt a szünetben. A térfélcsere után majdnem minimálisra csökkentette a különbséget a Nyír Gyulaj, ám végül a 23. percben 3-2 helyett 4-1 lett az állás Szabó Ábel idénybeli 4. góljával. Tóth Erik ezt követően ugyan szépítettem, innentől már nem csökkent a távolság a két csapat között, sőt. Összeestünk, tehát ez nem lehet szebben megfogalmazni, nem láttam még ilyen Nyír Gyulajt, amióta itt vagyok, hogy ennyire elveszítette volna a játékkedvét, a fegyelmezettségét, az alázatot, az akaratot, tehát mindenben csődöt mondtunk. Hozzáteszem, hogy azért a második félidőt kapufával nyitottuk üres kapura, tehát azután rúgta a Deac a gólt, illetve rengeteg ki nem kényszerített hiba, tehát nem tudom lemodelezni azt, hogy oda passzoljuk az ellenfélnek, és akkor üres kapura csak rúgják be, illetve érthetetlen rossz döntések tömkelege. Amikor már elkezdett működni a játékunk, nem veszítettünk labdát, akkor szép támadásokat vezettünk, jöttek a gólok, és utána megnyugodott a csapat, és nagyon örülök, hogy mindenki pályára tudott lépni. Faragó Lajos, a triplázó Rodrigo és a góllövő lista illovasa Harmati Tamás után a 38. percben az élete első NB1-es gólját szerző Sándor Attila is tovább növelte a két csapat között a különbséget. Teljes extázisban voltam, tehát amikor sikerült csinálnom a cselt, tényleg láttam, hogy üresen áll a kapu, bal lábamból rajta a labda, tényleg egy nagyon jó érzés csapattársam a nyakamban, egyszerűen hihetetlen felfoghatatlan volt, főleg, hogy a közeli szülnapom, tegnap ünnepeltem, úgyhogy ez nagyon jó, nagyon szépen megajándékoztam magamat mai napon. A találkozó utolsó gólját nem a 18 éves Sándor, hanem a 37 esztendős Szőcs szerezte, így a második Deac 8-3-ra verte a Nyír Gyulajt.